hangulat, itt nyugodtan a konténesnél lehet rajtolok. A szabad gyökerűnél, ami már szintén sokkal-sokkal kisebb, és többnyire inkább ilyen alapfajokat forgalmazunk, alapfaj díszfákat, bokrokat forgalmazunk szabad gyökérrel, pedig október 20-tól a fagyokig, illetve következőben február elejétől, gyakorlatilag mondjuk március közepén végig, addig, ameddig nincsen rajta lomb. Tehát a szabad gyökerűt és a föllabdását csak is lombtalan állapotban tudjuk kitermelni és forgalmazni, még a konténes lombos állapotban is, jó? Ezek a különbségek, elsősorban ez határozza meg, hogy egy adott díszfát, mindegy a faj vagy a fajta, mikor tudunk telepíteni. A kiszerelés határozza meg.